Egy év megszakítással 15 éve szerepel az élvonalban a nyíregyházi férfi kosárlabda csapat. Az együttes az elmúlt másfél évtizeden is számíthatott az önkormányzat támogatására, ami az elmúlt hónapban többségi tulajdonosa lett a klubot működtető gazdasági társaságnak. A rövid távú terv az, hogy kinyissuk a csapatot mindenki felé, tehát egy olyan koncepció kidolgozáson folyamatban, amelyben megtalálhatja helyét egy helyi szponzor, egy helyi vállalkozótól kezdve egy egészen kicsi utánpótlás körül játékos. Eredményekben pedig hát a rövid távú cél az a 8 közé jutás, de ugye ehhez stabilizálni kell a gazdasági helyzetet. Nem minden forintot a városi önkormányzattól várunk, ez nagyon fontos. Várunk minden segítséget, akár TAO pályázatban, akár szponzori pályázatban, szponzori szerződésben, helyi vállalkozóktól is. És hát ez egy folyamat, nagyon nagy munka. Én azt hiszem, hogy jó úton vagyunk, a stáb legalábbis a csapatnál mindenképpen hasonlóan gondolkozik. Szerencsére a sportcentrum és a város nagyon hosszú idő után elhatározta, hogy komoly szerepet vállal a felnőtt kosárlabdában. Sitku Ernő szakmai igazgató szerint fontos, hogy a tehetséges sajátnevelési fiatalok Nyíregyházán maradjanak. Azt szerettük volna, hogy még nagyobb figyelem forduljon a játékosok képzésére, egyéni képzésére, beillesztésére a csapatba, és itt a nyíregyházi játékosokról beszélek igazából. Úgy éreztem egy picit, hogy az eddigiek során a fiatalabb, utánpótláskorú játékosok egy picit idegen testként tekintenek a felnőtt csapatra, de ezen mindenféleképpen változtatni kell. Ez nem lehet így, hiszen azt szeretnénk, hogyha valaki itt kezd el Nyíregyházán kosárlabdázni, akkor az legyen a célja, hogy valamikor a helyi első osztályú csapatban tudjon majd játszani. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkit meg szeretnénk kötni, azt szeretnénk elérni, hogy Nyíregyházán tudjunk egy olyan csapatot biztosítani, hogy a nyíregyházi játékosok ne érezzék úgy, hogy el kell menniük az országban máshová, hogyha érvényesülni szeretnének a legelsőbb osztályban. A Marsó NKK augusztus 3-án kezdi el a felkészülést, a külföldi játékosok szeptemberben csatlakoznak majd a kerethez. A Bújtosi csarnok felújítása miatt jelen állás szerint a Bemiskola csarnoka lesz a csapat átmeneti otthona.